Hello, sziasztok, üdvözlünk mindenkit, így vasárnap este. Itt áll mellettem Kali Martini. Sziasztok, üdvözlő, itt lehetek. Üdvözöllek a studiba. Gyors kérdés, aztán útnak is indítjuk a mai adásunkat. Ma milyen stílust hozol nekünk? Visszamegyünk technózni? Technózunk, egy kicsit megpörgetjük a dolgot. 142-145 között képzeltem el a szettet. Lesz melódik, lesz kicsit veretősebb, kiállások, droppok. Szuper. Minden. Akkor készüljetek föl, mert kinyírsz, aztán kicsit megtáncoltatsz minket így vasárnap este, nem lesz egy nyugis vasárnapunk. Oké. A következő egy órában Kali Martinit fogjátok hallni, iratkozzatok fel a YouTube csatornára, szóljátok hozzá, hogy tetszik az adás, illetve lájkoljátok különböző platforminkat. Let's go! Nyomjuk! We'll be right back.
We'll be right back.
We'll be right back.
Azt nem én itt. Köszönöm szépen ezt a szuperszettet. Mindenki nevében köszönöm egyébként. Én köszönöm a lehetőséget. Király volt ez így hallani. Teljesen felráztál minket így vasárnap este. Hoztam most is a szokásos kis kérdéseimet. Első kérdésem ez is lenne, hogy maga a zenével te hogy kerültél kapcsolatba az elektronikus zenével, technóval, hogyan indult el ez a szerelem? Hát tulajdonképpen a zene az már gyerekkoromtól, az végig jelen van. Korábban már klasszikusan játszottam, zongoráztam, doboltam, gitároztam, tehát így sok hangszert végigpróbáltam. Érdekes egyébként, mert eredetileg én a metalból jövök, tehát hogy én már végigjártam ezt a turnézgatást meg a... A durva, hogy sokan vannak így, akik... Az a durva, hogy sokan vannak így, akik metáloztak, és utána azt a dinamikát, meg az energiát, amit a metálban benne van, azután ebben megtalálják. Nyilván van könnyebben, nincs 5-6 tag, vagy kevesebb, vagy több. Ismerős. De hogy ezek az energiák, meg az a zúzás, az ugyanúgy megvan, csak hogy az elektronikus rész van, nem pedig akusztikusra. Ezt jól látod, ezt tényleg igen, így van. Igen, tehát ezt így átlátom. Úgyhogy igazából így, tehát a metal után a techno az egy éles váltás. Hát, oké, van némi hasonlóság, de igen. Az, ez egy jó hosszú átmenet volt igazából. És eleinte csak hallgattad, vagy alapvetően már mint DJ is érdekelt a zene, az elektronikus zene? Hogyan alakult ez nálad ki, hogy végül DJ lettél? Hát eleinte csak dalszerzés az volt, ami nagyon érdekelt. Ugye a metalban is, meg a más műfajokban is inkább zenét szereztem, és sokáig. A DJ-zés az most jött igazából körülbelül ilyen fél éve. Tehát ott szántam el magam, hogy most akkor tényleg rászállom az időt erre, és az emberekkel járok. Eddig csak saját dalokat szereztem fixen. Aha. Te írsz saját zenéket is. Mivel írod, hogy indult el? Most mondtad, hogy te zeneszerzést csináltál, vagyis zeneszerző is vagy, hogy gondolom mindenfajta DAW-ot használtál már akkor is, és hogy szemléletben hogy került ez át, hogy nem tudom, Ableton, vagy mivel írod? Ableton, aha. De egyébként igazából nem a program szabja meg, hogy igen. Csak azt akartam kifejteni, hogy mennyire volt átállni nehezebb, vagy épp hogy könnyebb, hogy volt egy ilyen zenei úgymond előéleted, hogy tudtad ezt beépíteni a DAW-os zeneszerzésbe, mert nyilván van most az alapja, ugye nem az ötvonulos kottában írsz, hanem van egy program, ahol klippeket, meg mindenfajta loopokat, meg mindenfajta új oszcillátorokat kell kicsavargatni, hogy itt valami történjen. Figyelj, a tök világos a kérdés. Elég nehéz volt. Eléggé új volt. Magát az egészet megtanulni, az egy nagyon, nagyon sok idő volt, nagyon sok óra van már benne igazából, úgyhogy tényleg csak rá kell szánni az időt, aztán évek alatt kialakul. Jönnek az ötletek, egyre többet tudsz, önmagadtól tanulsz a legtöbbet. Így van, ez tök jó. Tök jó ezt hallni, én is ilyen voltam, hogy elkezdtem, aztán mai napig vannak új olyan cuccok, hogy így, úristen, ez 11 éve itt volt, és sose használtam, és most meg rájöttem, hogy ezek ilyen abszolút alapdolgok, hogy így egyedi hangokat és mindenfajta zajokat lehessen generálni. Oké. Menjünk kicsit a nevedre rá, tök érdekes, hogy honnan jött a Kelly Martini név. Hát figyelj, eredetileg nem is technós névnek indult, hanem... Porno. Porno, ja. Igen. És utána döntöttem úgy, hogy ezt kicsit meg kell hagyni. Szerintem simán. Nem, egyébként eredetileg ilyen Tropical House csináltam a legelején. Így próbálgattam, hogy mi az, ami tetszik. Csináltam house, trappet, mindenféle... Aha, hát kerestél az utat. Igen. Techno az jóval később jött, de már volt egy-két zen, amit ugye az elején kiadtam, most nagyjából már 4 éve. Akkor meg akartam változtatni a nevemet, de az akkori kiadó azt mondta, hogy szerintük nem kéne, mert már elkezdődött valami ez a név. Meg szerintem kurva jó volt, szerintem adja. Egy cseng legalább meg lehet jegyezni. A Cali része az a Kaliforniából jön, az... Hát nehéz lenne kifejteni, de az nekem egy ilyen nagyon motiváló... Életérzés. Igen, hát ezt nem kell, ez lejön. Akartam, hogy legyen egy motiváció a nevemben, ami emlékeztet arra, hogyha esetleg néha elveszne az erő, hogy miért kezdtem el csinálni.
A Martini az pedig tulajdonképpen a saját nevemet. Valami sajátot is akartam aha beletenni, így jól hangzott, hát mondom, hajna, szóval... Fúl, amúgy teljesen adom, szétadom a nevedet, tök király. És amúgy egyáltalán nem pornós, tehát most nekem nem ez ugrik be, hanem George Clooney amúgy. Oké, menjünk kicsit a jövőre, beszélgessünk a jövőről, hogy hogyan képzeld el a jövőt, mik a céljaid, hova szeretnél eljutni, esetleg a saját számok, kiadó, valami ilyesmi, mélyebb dolgok, vagy inkább mesélj te. Hát célok és tervek, na arról lehetne a legtöbbet dumálni. Igen, hát figyelj, itt vagyunk. Ja, igen. Hát figyelj, a cél, meg a terv, meg az álmok, azok a csillagos ég, szóval... Na, addig jó. Na, még van. Szeretnék minél nagyobb rendezvényeken, eseményeken zenélni, nyilván minél több emberhez eljutatni a zenémet. Egyébként a legvégső célom az, hogy legyen majd egy nagy kiadóm, ami esetleg mögé majd visszavonulhatok, aha, de azt előtt föl szeretném építeni, tehát egy egész ilyen világot egy kis... magam köré. Így van, ezt abszolút tök jól látod. És mi a cél? Tehát, vagy mi a terv? Mi a most az első lépés? Inkább a rendezvények irányába menni, és berobbanni, uh-huh, mint DJ, vagy inkább a trackeket irogatni, mert ez egy nagyon jó dilemma amúgy, és pont szerintem ez totálisan aktuális, mert nagyon-nagyon jól lehet látni, hogy vannak a DJ-DJ-k, és vannak a producer-DJ-k, és mindig van egy nagy törés, mert nem minden jó DJ, nem minden jó producer jó DJ, érted? De viszont ez fordítva is igaz lehet, de legalább ő jó DJ, érted? Tehát valami ilyes... A producerkedés az összetettem. Hát nyilván van egy teljesen másik dolog, mint két kész rekket összehangolni. Mind a két oldalon vannak szintek, tehát van közepes DJ is, meg van olyan is, aki azt mondott, hogy wow. Igen. És ugyanígy a producereknél is van. Igen, de hogy ez tök jó, mert alapvetően mind a két skillt kell. Kicsit az olyan, mint a triatlon, hogy így mindegyiket kell tudnod, hogy nem tudom, behúz egy olimpiai aranyat. Tehát lehetsz te nagyon jó bringás is, amikor érted, megfulladsz, mert nem tudsz úszni. És akkor így cseszetted, hogy akkor már futhatsz az érem után, mert akkor lehúzták a rolót. Nyilvánvalóan a zeneírás kicsit azért összetettebb, mert ott azért van mixing, mastering, sound design, még 5-6 szakma még ott van, amit amúgy tanítják a főiskolán már a zeneszerzést is, tehát így konkrétan így lehet ezt, nem tudom, születni vele, meg lehet tanulni is egy szinten, de hogy te melyik utat választod? Tehát a párhuzamosan kéne választani, hogy akkor inkább produceri úton előre törni, vagy inkább a DJ úton? Te most melyiket preferálod? Hát figyelj, először dilemmáztam rajta, hogy működne egyáltalán, hogy melyiket csinálnám, mert aha, az elején, mikor még nagyon a kezdő szinten voltam, akkor nehéz volt átállni. Tehát, hogy elkezdtem foglalkozni a DJ-zéssel, akkor elvitt az összes figyelmet, és nem jött el. Ez totális érthetőség. De az utóbbi időben, nem tudom, mi változott, de tökre megfér a kettő az egymás mellett. Aha. Egyre sűrűbben kezdtem el dalokat szerezni, én azt mondom, hogy egyre jobbakat, tehát itt technikailag is jobbak már, jobb a hátterem, szóval jobban össze tudom tenni. Emellett meg tudok koncentrálni a fellépésekre. Most egyelőre még ritkábban van. Aha. Ez a terv, hogy minél sűrűbben legyen, szívesen mennék különböző eseményekre. Úgyhogy szépen azt mondom, hogy mind a kettő megfér egymás mellett, és lehet építkezni mindkét irányba. Szuper. Majd fog Kalimártinát, majd fogjátok majd nálunk is látni a Fabrezba. Majd aki szeretne meghívott, az természetesen írja rám, és akkor majd elküldöm neki. És hát zárásképpen annyit, hogy hol találunk téged meg a különböző social médiában, melyik platformokat preferálod? Hát, Facebook, meg Instagram. Igazából bárhol, tényleg... mindenhol jelen van. Soundcloudon fönn vannak a trackjét. Soundcloudon is, Spotin is, aktív vagyok mindenhol. Hoppá. Bárhol tényleg. Szuper. Bárhol, bármikor. Ezeknek a linkjeit majd itt alant meg fogjátok találni, és hát zárásképpen annyit még egyszer, hogy nagyon-nagyon örülök, hogy itt voltál, és hogy zenéltél nekünk. Én is örülök, köszönöm. Szuper szépen volt az adás, mint mindegyik másik, szóval nézzétek vissza a korábbi adásokat is, nyomjatok egy feliratkozást, és... hát mit mondjak nektek, most már nincs korlátozás, itt a tavasz. Menjetek bulizni. Igen, gyertek bulizni, és kövessetek minket, és további szép jó estét kívánunk nektek. Találkozunk majd szerdán, sziasztok, meg vasárnap, meg a többi eseményünkön. Sziasztok!